Két 100%-os mérleggel rendelkező együttes lépett pályára a Bánki csarnokában, ahol az első félidőben jól tartották magukat az A csoportos csapat utánpótláskodó játékosait felvonultató vendégek. Az első negyedet 8 ponttal, a másodikat 5-tel nyerte Kovács Tibor együttese. Fordulás után kezdett kijönni a két csapat közötti különbség, a harmadik 10 percben 16 pontot tett hozzá előnyihez a házigazda. A záró játékrész már csak formalitás volt, a valamennyi játékosának lehetőséget adó Szentsenyik se több mint 40 pontos győzelemmel őrizte meg hibátlan mérlegét. Az eredmény azt mutatja, hogy könnyű volt, de az ellenfél erejét ismerve és látva a játékukat azért részben egyrészt fel tudtunk készülni belőlük, másik részt a megfelelő komolyan vettük a mérkőzést, és nem lebecsülve az ellenfél korát, mert nagyrészt fiatal játékosokkal álltak fel. Amikor komolyan veszi a csapat a mérkőzést, akkor annak van eredménye. És hagyj emeljem ki ebben a játékban azt, hogy egy edző akkor örül, hogyha minden játékosban érzi azt, hogy hozzá tud tenni a játékhoz, mert tudja, hogy úgy megy haza a mérkőzésről, hogy sajátjának érezte a győzelmet, mert akár védekezésben, akár támadásban most mindenki hozzá tudott tenni. Talán mondhatom azt az ellenfél lebecsülése nélkül, hogy a kulcsjátékosaink kevesebbet játszottak, és majdnem azok játszottak többet, akik eddig kevesebb szerephez jutottak, és így is sikerült nyernünk. A csapat egyik legrutinosabb játékosa, Asztalos István 13 ponttal járult hozzá a nyíregyháziak sikeréhez. Nagyon komolyan vettük a meccset, nagyon jó ritmusban játszottunk, hál' Istennek az elején elhúztuk, utána már tudtunk nyugodtan játszani a saját játékunkat, és ez eredményezte végül is a nagy különbségű sikert, tehát mindenki hozzátett a játékhoz. A 7 pontot szerző csapatkapitány Kósa Tamás szerint a bajnokság előre haladtával még jobb játékra lesz képes a Sunshine Nyitse. Egy kicsit hányattatott a sorsunk a Covid helyzet miatt, de erről elég sok csapat el tudja mondani a véleményét és tapasztalja is nap mint nap. Ez a csapat szerintem most a Gáspár Balázs érkezésével szerkezetileg jobb, mint a tavalyi, viszont összeszokottságban hiányosságaink vannak, de remélem, hogy ez a fordulók lefolyásával majd változni fog. Az NB2 keleti csoportját a Sunshine Nyitse vezeti 4-0-ás mérleggel. Kósáig szombaton az egy győzelemmel és egy vereséggel álló Békési SSK csapatához utaznak.